Idén is várta az érdeklődőket a szeptember 8 és 9 között megrendezett, már több mint egy évtizedes múlta a Bíró Bárka Fesztivál, mely Tolnaváros egyik legnagyobb vízparti programja. És nagyon nagy örömmel jöttünk ide Tolnára, erre a mai Dunamenti Polgári Egyesület által szervezett rendezvényre, nekünk nagyon tetszik. Szombat délután Appelszoffer Ágnes polgármester köszöntőjével folytatódott a mulatság, és a már hagyománynak mondható sörcsapolásával, így a nagy melegben a felüdülésre vágyók is felfrissülhettek. Megmondom őszintén, hogy én egy ugye, közösségi ember vagyok, tehát ott, ahol nagyon sokan megjelennek, tegnap este a Csík zenekarnak a koncertjén voltam, nagyon sok kedves ismerősömmel találkoztam, és egy olyan hangulatú koncert volt, hát ami felidézte a ifjúságot, az egész életutamat, és ma pedig a halfőző versenyen a Vándorló Szépkorúakkal voltam egy csapatban, és hát itt is nagyon jól érzem magam, és most készülök egy sárkányhajós megmérettetésre, mert úgy gondolom, hogy itt mi tolnaiak ezzel a holdunágunkkal, nagyon gazdagok vagyunk, és ezzel a lehetőséggel, hogy most lehet egy sárkányhajózáson részt venni, egy nagyon pozitív dolog. A sárkányhajósok által benépesített Dunapart délután még nyüzsgőbbé vált, ahol a Tolnai Sárkányhajó Klub Egyesület által szervezett hajókkal vitték az érdeklődőket, így is népszerűsítve ezt a Dél-Kínából származó régmúltra visszatekintő sportot. Egész napos evesztetésen veszünk részt, reggel már két hajóval érkeztünk, 9 óra óta evezünk, szerintem egy 8-10 fordulón már túl vagyunk. Tartottunk rögtönzött versenyeket a jelentkezőknek, nagyon szép számmal látogattak meg minket, szerintem több száz embert evesztettünk a mai nap folyamán. Este még szeretettel várunk mindenkit egy fáklyás evezésre, fáklyákkal fogunk felvonulni a bárka előtt. Sötétedés után fáklyás sárkányhajó felvonulás volt a Holtágon, majd a fesztivál zárásaként újra egy helyi és környékbeli erőkből álló zenekar szórakoztatta a nagy érdeműt.